Már is folytatjuk a mokkát méghozzá azzal, hogy meglepő felfedezést tett egy amerikai kutatás, miszerint a cukros üdítők gyakori fogyasztása miatt érhetnek korábban nővé a fiatal lányok. Vendégeim a témában Varga Dóra dietetikus és dr. Csermely Gyula szülésznőgyógyászfőorvos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Na mit tartalmaz pontosan ez a kutatás? Mennyivel korábban érhetnek, és valóban igaz-e az, hogy a cukros üdítők befolyásolják azt, hogy mikor menstruálnak a lányok? Hát ugye néhány hónapos előrehozatala történt ebben a sztadiban a Menzesnek. Ez egy jó kutatás, egy érdekes kutatás, de hát azt ismerjük, hogy a cukorháztartás és a női nemi ciklus az nagyon komoly összefüggésben van. Na milyen ez összefüggésben? Hát az egész inzulin háztartás, cukorháztartásunk az befolyásolja a ciklusokat. Azt tudjuk, hogy ha valakinek ez a rendszerében hiba van, az például esetleg nem menstruál. Vagy hogyha valaki nagyon fiatalon, nagyon túlsúlyos, akkor hamarabb megjön a menzesze, és aztán lehet, hogy később meg nincs menzesze. Tehát ugye ez egy egész... Akár egy hónapon belül is, vagy egyik hónapra a másikra is befolyásolhatja a ciklust, hogyha az egyik hónapban több cukrot fogyasztok? Nem. Itt az egész háztartásnak a zavaráról van szó. És hát nyilvánvaló, hogyha valami nagyon megterheljük ezt a háztartást, akkor úgy tűnik, hogy ebbe bele tudunk avatkozni. Ezt különben tudjuk. Tehát tudjuk azt, hogy van olyan páciens, akinek nincs vérzése, túlsúlyos, vannak még egyéb tünetei, annak valószínűleg ez a cukorháztartás, ez a PCOS-szindrómának hívjuk, ezzel van a problémája, és ezért nem menstruál, ezért nem esik teherbe. Alapvetően szokásról van szó, étkezési szokásról, fogyasztási szokásokról van szó, vagy ez akár lehet adottság is? Hát egyrészt adottság is, egyrészt genetikai háttér is nyilván szerepet játszik, másrészt pedig az életmódunk. És itt nyilván ugye nem csak arról van szó, hogy egy-egy üdítőital elfogyasztása, hanem ha valaki rendszeresen mondjuk a folyadékbevitelre cukros üdítőket használ mindig, mindent túlédesít, cukrásütemények, stb. Tehát ez egy ilyen összetett ennek dolog. Milyen elsődleges hatása van a szervezetre? Hát ugye, hogyha hozzáadott cukortartalmú ételeket viszünk be, akkor az hirtelen megemeli a vércukorszintet, emiatt folyamatosan nagy mennyiségű inzulint kell termelni a szervezetnek, és ez a nagy mennyiségű inzulin, ami minden más hormont is képes megzavarni, a női hormonokat is. Mi most az átlagos életkor, amikor a lányok elkezdenek menstruálni? Az ideális az, hogy 13. év, életév 12-13 körül van, de hát általában akkor kell menstruálni. Különben. Ilyenkor egyébként tanácsos elvinni őket nőgyógyászhoz, tehát én édesanyaként majd fogjam a lányomat és vigyem el, mert ilyenkor az azt jelenti valóban, hogy ugye nővé érett, vagy nagy lány lesz hamarosan. Én azt gondolom, hogy a szexuális élet megkezdése előtt nem feltétlenül lesz 12-13 éves korban. Amit nem feltétlenül tudunk, hogy mikor kezdődik szülőként. Ez így van. Tehát amikor érezzük, hogy mentálisan ő érett a szexuális életre, akkor érdemes ezt a vizitet megtenni, hogy egy barátkozás legyen a nőgyógyásszal. Még az eredeti témára egy nagyon lényeges dologban visszatérnék, hogy ami egy fontos üzenete ennek is, ennek a cikknek is, és az egész anyagcsere való gyerekkori kérdéssel, hogyha egy koraszülött, nagyon kis súlyú, és őt hirtelen megpróbáljuk föl hízlalni arra a súlyra, amit az ő korosztálya egy-két-három éves, hogy gyorsan érje utol, azzal teszünk a legrosszabbat. Tehát ha valamit tudni kell, hogy valaki kis súlyjal születik, az lassan érje utol a többieket a kamaszkora végére. Nem kell azonnal behoznunk, és szegény nagyszülő, szegény szülő azt szeretné, hogy 1700 grammal született a gyerekem, gyorsan legyen annyi, mint a többiek. Ezzel ártunk a legtöbben. Ezeknél a gyerekeknél alakul később ki az élet során anyagcsere. Ez azért is nagyon érdekes, amit a doktor úr mond, mert általában ennek az inverzéről szoktunk beszélni, tehát hogyha fogyunk, akkor szépen fokozatosan próbáljunk megfogyni, ne egyszerre akarjunk nagy teljesítményt, nagy eredményt elérni, itt most pont az ellenkezőről beszélünk, tehát nyilván ez dietetikus szempontból. Igen, tehát igazából mindegy, hogy melyik irányba kell a súlyt változtatni, soha nem jó a drasztikus változtatás, tehát mindig szépen lassan, ha valakinek hízni kell, ott is ezt a szépen lassan heti fél egy kiló ütemet érdemes tartani. Mi van azokkal, bocsánat, akik azt mondják, hogy képtelenek ellenállni a csokoládénak, és akkor napi egy tábla, az muszáj nekik, meg hogy boldogság, meg jól érzik magukat tőle, meg egyáltalán. Hát ott lehet olyan édesítőszereket választani, amiket nyugodtan lehet fogyasztani, tehát nem cukor, hanem mondjuk természetes alapú édesítőszereket, amik nincsenek hatással sem annyira a vércukor emelkedésre. Ez a bizonyos stevia? Az is, igen. Illetve ezen kívül nyírfacukor, eritrit, amiket még jól lehet használni. Itt változó, de a nyírfacukor nem tudom hányszoros árban van, tehát ez jóval drágább, mint a finomított cukor. Hát ezek sajnos mind jóval drágábbak, ezért talán hajlamosabbak is ilyenkor kicsit leszokni a cukorról. Tehát szépen lassan leszoktatjuk magunkat arról, hogy egyre kevesebbet használunk, így az ízérzékelésünk is kicsit meg tud változni.
Végül lehet, hogy én csak én akarnám, hogy pozitívan fejezzük be a beszélgetést, de így a tudatosságra akartam volna rákérdezni, mert mi is folyamatosan beszélünk róla. Bármilyen tudatosságot a tekintetben, hogy a nők mennyire vigyáznak saját magukra, mennyire figyelnek oda, akár hogyha erről van szó, akár hogyha a gyerekeikről van szó, tapasztal-e, doktor úr? Igen. Jaj, de jó. Igen. És kifejezetten, amikor én azt mondom egy páciensemnek, hogy lehet, hogy az egész problémája megoldódik azzal, hogy hetente 3x45 perces sportol, és elkezdi, és visszaáll a ciklusa, akkor megdöbben, és azt mondja, hogy hoppá, hát ez ilyen egyszerű volt. Az, amikor látom már az, de rávenni magunkat, és ilyen egyszerű. Bizonyos anyagcsere betegségek heti 3x45 perces mozgással gyógyíthatók. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak.